Imapercek Iász Beatrix evangélikus esperessel. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A 44. Zsoltár szavait olvasom. Serkenj fel, Uram, ébredj és siess segítségünkre. Miért rejted el orcádat, miért feledkeztél meg nyomorúságunkról és ínségünkről? Szóbeszéd tárgyává lettünk a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Urunk, siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és mind örökkön örökké. Serkenj fel, Uram, ébredj, és siess segítségünkre. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy ebben a pár percben, amikor szent igéd fölött elmélkedünk, légy velünk, gyere egészen közel hozzánk ezek által a történetek által is. Amen. Három rövid történetet hoztam Mózes könyvéből, Mózes második könyvéből. Nem olvasom föl a történeteket, csak egy-egy igeverset, egy-egy fontos kérdést, vagy egy-egy fontos mondatot fogok belőlük kiemelni. Az első történet a csipkebokor története, amikor is Mózesnek megjelenik az Úristen az égő, de el nem égő csipkebokorban, és elhívja őt arra a feladatra, hogy Egyiptomból kiszabadítsa a népet. A második történetben Mózes már a Horeb hegyen látjuk, amikor is az aranyborjú története után Mózes folyamodik az Úrhoz, hogy továbbra is legyen az ő népével, ne veszítse el őket teljesen, hanem védje őket, és továbbra is a pusztai vándorlás során legyen velük. És a harmadik történet pedig az, amikor szintén ebben illetve a következő fejezetben Mózes fölmegy a hegyre, hozza az Izrael népe számára az Istennek az üzenetét, és azt tapasztalják a népnek a vénei, előjárói, hogy amikor Istennel beszélget, azután, miután Istennel beszélgetett Mózes, azután fénylik az arca, és látszik az Isten dicsősége rajta. Ezek a történetek azok, amelyek elindítanak minket a mai alkalommal a közös gondolkodásunkban. Az Isten háta mögött szoktuk mondani olyan helyzetekre, vagy olyan szituációkra, amikor tényleg úgy érezzük, hogy egészen kietlen helyen vagyunk, egészen furcsa helyen vagyunk, olyan elhagyatott helyen, amit magunk is úgy tapasztalunk, minthogyha az Úristennek a szeretete vagy a jelenléte nem tudná azt megközelíteni. Biztos, hogy játszottunk már mi is olyat, akár gyermekkorunkban, akár felnőtt korunkban, hogy hátunk mögött eldugtunk valamit, és ki kellett találni a másiknak, hogy mi az, amit tartunk a markunkban, a kezünkben. Titokzatos, sejtelmes és izgalmas játék ez a gyerekek számára és a felnőttek számára is, hiszen ki kell találni, hogy vajon mit dugott el a másik, mi az, ami a markában van, milyen tárgyat szorongat. Ehhez hasonló izgalmakat rejt magában a barkópa játék is, amikor egyre közelebb kerülök a megoldáshoz, amikor kérdezek, és talán egy-egy rövid néhány kérdés után össze is foglalom azt, amit tudok az illető tárgyról, vagy személyről, vagy fogalomról, amit kitalált a másik számomra, ami a másik fejébe van még csak meg, és én csak megközelítem a kérdésekkel. És ez a kérdezőnek és a válaszadónak egyaránt izgalmas és érdekes játék, hogy hány kérdésből találja ki. És ennél a játéknál már az is fontos szokott lenni, hogy mennyire ismerem a másiknak a gondolkodását, mire gondolhatott, mi az, ami közel áll a szívéhez. Ezt főként gyerekeknél könnyű megoldani, hiszen ha van egy kedvenc állata, akkor egészen bizonyos, hogy először pont a kedvenc állatára fog gondolni. Jó, hogyha ismerjük a másik gondolkodásmódját.
No hát ezek a játékok is közelebb visznek minket ezekhez a történetekhez, Mózes történeteihez. Mózes történetében ezeknek a játékoknak az izgalmát is felfedezhetjük, hiszen olyan találkozási történetek ezek, amikor az Úristennel való találkozásban Mózes átérezheti azt az izgalmat, azt a titokzatosságot, azt a sejtelmességet, amelyet mi magunk is talán felfedezhetünk sok esetben, akkor, amikor az Úristennel találkozunk, amikor ő szól hozzánk az igéje által. Ezek a találkozási történetek tehát a mi tapasztalatainkra, a mi Isten kapcsolatunkra nézve is komoly üzenetet hordozhatnak. Mondani valójuk van számunkra is, a mi Isten tapasztalatainkat is felfedezhetjük bennük. Nézzük is tüzetesebben meg ezeket. Az első történet az égő, de el nem égő csipkebokor, amelyet a pusztában látott meg Mózes, és amely az egyik kedves történetem, hiszen oly sok minden tanít a számunkra. Az első az, amit megállapíthatunk, hogy Mózes kíváncsi. Kíváncsi arra, hogy mi van ott a pusztában, mi történhetett, mi az a tűz, mi az a különleges természeti jelenség, amelyben talán már sejti is, hogy az Úristennel fog találkozni. Akkor, amikor Mózes közelebb kerül, tehát ez a kíváncsisága, ez közelebb szólítja az égőd el nem égő csipkebukorhoz, akkor Isten a nevén szólítja őt, Mózes, Mózes. Ez is egy nagyon érdekes momentum ennek a történetnek, hiszen az Úristen nagyon jól ismer minket, tudja, hogy kihez jött, tudja, hogy kit akar megbízni az ő szolgálatával. És Mózes válasza is beszédes lehet a számunkra, ennyit mond csupán, itt vagyok. Tudja, hogy ki szólítja, tudja, hogy ki az, aki a nevét ismeri, tudja, hogy ki az, aki szólítja őt az égő, de el nem égő csipkebokorból. És amikor mindezt megbeszélik, megtörténik a találkozás, akkor azt mondja neki az Úristen, hogy ne jöjj közelebb, mert szent az a hely, ahol állsz, oldd le a sarudat. Nekem azt tanítja a történetnek ez a része, ez a mozzanata, hogy ezzel az alázattal lehet egyedül közeledni, úgy, hogy a sarunkat leoldjuk, ezzel az alázattal lehet közeledni az Úristen felé, az Úristennel való találkozásra így lehet készülni, vagy felkészülni. Aztán a történet folytatásában elrejti Mózes az arcát, mert fél rátekinteni az Istenre. Mózes idejében az Ószövetség történetei nagyon sok esetben arról tanúskodnak, hogy az ember nagyon is tudatában van annak, hogy ő csupán teremtmény, hogy ő nem Isten. Sőt, mi több, ő az Isten jó indulatától függ. Nagyon fontos ezt újra és újra saját magunknak is fölidéznünk, hiszen a ma embere, a 21. század embere olyan messze áll már sok esetben ettől a gondolkodástól, ettől az alapállástól. Mózes eltakarja az arcát, hogy ne lássa az Úristent szemtől szembe. Úgy is lehet mondani, hogy fél tőle, úgy is lehet mondani, hogy tiszteli őt. És aztán megszólítja az Úristen, és elküldi Mózest, tulajdonképpen egy lehetetlen feladatra. Mózes küzd is ellene, próbál kibújni a feladat elől, de az Úristen egyszer s mindenkora eldöntötte, hogy ő lesz az, aki kivezeti a népet Egyiptomból. Aztán a második történetben ott látjuk már a pusztai vándorlás után, az Egyiptomból való kiszabadulás után, sok-sok csoda után a Hórep-hegynél, a pusztai vándorlás közepénél, amikor is már készülnek arra, hogy nem sokára majd el fogják foglalni Kánaán, vagy vissza fogják foglalni Kánaán földjét, és fölmegy a Sínai hegyre, vagy más néven a Hórep hegyre, az Úristennel való találkozás lehetőségére Mózes. Isten ad méghozzá két kőtáblát, a 10 parancsolatnak a két kőtábláját adja. És akkor, amikor lejön Mózes a hegyről, akkor azt tapasztalja, hogy a nép türelmetlenségében felcseréli az Istent, egy aranyborjúra, az élő Istent, aki kivezette őket Egyiptom földjéről, és mindez ideig megtartatta őket,
egy aranybőrű szoborra cserélik fel, ahhoz imádkoznak, a körül táncolnak, azt éltetik, azt dicsőítik. Mózes hatalmas haragra gerjed, és ugyanígy az Úristen is természetesen össze is töri a két kőtáblát. És aztán, amikor legközelebb egy kis szünet után Mózest megint meglátjuk ebben a történetben, akkor Mózes, amikor találkozik az Úristennel, akkor azt kéri tőle, hogy mégiscsak vezesse tovább a népet, mégiscsak legyen az ő arca velük erősítésképpen. Ne csak a követét, ne csak az angyalát küldje a továbbiakban erre a pusztai vándorlásra és magára a Kánaán földjének a meghódítására, hanem ő maga legyen velük. Nem is megy egy tapottat se Mózes addig, amíg ezt az Úristentől meg nem kapja ezt az ígéretet. Tehát valójában a Mózes és Isten találkozása ebben a történetben már a kapcsolat megerősítéséről szól. Arról szól, hogy visszatérjek erre a Barkóba játékra, amikor ebben a játékban összefoglalom az eddig tudottakat, az eddig kapott információkat, és már egészen közel vagyok a megoldáshoz. Már csak néhány kérdés választ el attól, hogy rákérdezzek, azaz, hogy tudjam egészen biztosan, hogy a másik miről, illetve mire gondolt. Isten szólít, ugye ezt láttuk az első történetben, amikor az égő, de el nem égő csipkebokornál találkoztunk Mózessel, és most pedig azt tapasztaljuk, hogy Mózes szólítja meg az Úristent. Az ő bánatával, az ő csalódottságával, az ő gondjával, az ő reménytelenségével odaáll az Úristen elé, hova máshova állhatott volna. Hiszen csalódik az emberekben, csalódik a népben, csalódik saját maga rátermettségében és vezetőképességében is. És ez a találkozás, amikor Mózes szólítja meg az Úristent, ez a találkozás is létrejön, és a kapcsolat megerősítést nyer. Mert Isten gyengéd gondoskodása mégiscsak ott van, nem veti el végleg az ő népét, hanem mégiscsak vele megy a pusztai vándorlás során. És akkor itt azt olvassuk ebben a történetben, hogy Mózes megkéri az Úristent, hogy mutassa meg az ő dicsőségét. Mutassa meg az ő dicsőségét, mert amíg nem látja ő maga és a nép az Isten dicsőségét, addig nem tudnak tovább menni. És itt azt mondja az Úristen Mózesnek, nagyon érdekes ez a kifejezés is, ezért is olvasom föl. Azt mondja az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Hát mi ez, ha nem Isten csodálatos gondoskodása, gyengéd odafigyelése. És aztán nem látja meg az arcát, de meglátja a hátát, miután elvonult az Úristen ebben a sziklahasadékban az ő dicsőségében. Ez a két történet is taníthat már minket, méghozzá arra, hogy van, amikor úgy találkozunk az Úristennel, hogy Isten szólít meg, van, amikor úgy találkozunk vele, hogy én szólítom meg az én bánatommal, bajommal, vagy éppen segítségkérésemmel. És itt kapcsolódunk be azokba a játékokba, amelyeket az elején bevezetésképpen említettem, hiszen nagyon fontos, hogy mi is megpróbáljuk meghatározni, hogy mi van a háta mögött, mi az, amit tartogat a markában, mi az, amit nekem ki kell találnom akár egy Barkóba játékban. Akkor, amikor az Úristen elvonul Mózes betakarva, és elvonul az ő dicsőségében, akkor megmutatja Mózesnek a dicsőségét. És ezután, amikor Mózes fölmegy a hegyre, és Istennel beszél, és az Isten követeként aztán lejön a hegyről, és elmondja mindazt, amit az Isten mondott, akkor el kell, hogy takarja lepellel az arcát, mert az Isten dicsősége jelenik meg Mózes arcán is. Annyira fénylik az ő arca, erről tesz bizonyságot a tapasztalat. Amikor
megmutatja nekünk az Úristen az ő dicsőségét, amikor kiderül, hogy mi van az ő markában, hogy mit szorongat, mit kell kitalálnunk, akkor mi magunk is ezt tapasztalhatjuk, hogy az Isten dicsősége megjelenik a mi életünkben. Lehet, hogy nem olyan fénylő arccal jelenünk meg mások előtt, mint ahogy Mózes tette, de egészen bizonyos, hogy megmutatkozik az arcunkon, az életünkön, a tapasztalatainkon, vagy éppen a nehézségekhez való hozzáállásunkon. És leginkább természetesen keresztjénként azt mondhatjuk, hogy Isten dicsősége nem a mi arcunkon, hanem Krisztus arcán mutatkozik meg. És egy gondolattal tovább is mehetünk itt. Van egy olyan hittankönyvünk, amelyben Krisztus arcot úgy rajzolják meg, úgy jelenítik meg, hogy emberek arcaiból tevődik össze a Krisztus arca. Így kapcsolódunk be mi is ebbe a kérdéssorba, így figyelhetjük meg, hogy mi van az Úristennek a kezében, mi az a különleges, titokzatos, rejtett, sejtelmes dolog, ami annyira vonz minket az Úristennel való találkozásban, az Úristennel való kapcsolatban. Így segít bennünket a mindennapi áhítatos könyvünk is, a szeretetforrás, és Aradi Györgynek a gondolatait olvasom még fel, kérdéseket, illetve a végén egy imádságot, amely ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Vajon Isten csupán küldőnk, vagy kísérőnk? Hátunk mögé szorult támpont és emlék, vagy belső támasz és emlékeztető? Törvénye inkább meder, vagy sodrás a mi számunkra? Mindez a jelenlét kérdésében, a találkozás titokzatosságában dől el. A szembenézés teljessége helyett a háttal elvonuló Úr képes felfedni a jövő minden motivációját. Elvonuló dicsőségében ott a jövő felé nyíló út, amelyben helye lesz, helye van Jézus Krisztus látásának. Imádkozzunk! Uram, vezess engem a lehúnyt szemmel látók ösvényén. Add, hogy a bajban is tudjak hozzád lépni, hozzád szólni. A hit próbái között élesítsd látásomat. Különösen akkor, amikor arcomat veszíteném a másokhoz való igazodásban, moss tisztára jelenlétedben. Hogy csupán a látásra épülő életem helyett a hitből születő út és élet légy újra számomra. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet fölülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.